első osztályban fog tanítani Tótné Harsányi Adrien. Kezdődnek a szóbeli felvételik, oltáshoz kötnék az étterembe járás, feszült és indulatos volt a mérkőzés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 25-én 18 óra 5 perckor. A jelen helyzetben nehéz a kapcsolatot tartani a leendő elsősökkel, de a karcagi nagykonreformátus általános iskolában a tanítónénik online feladatokat adnak a gyerekeknek és szüleiknek. Az egyik elsős osztályfőnök Tótné Harsányi Adrien tanítónő lesz. A tanítónő 2006-ban szerezte a diplomáját, és 2013 óta tanít a refiben. Most második osztálya van, és az ének-zene a műveltség területe. Ebben az iskolában, a nagykonreformátus általános iskolában 2013 óta tanítok. Jelen pillanatban második osztályosaim vannak, de már voltam napközés kolléga is, illetve más iskolákban már végigmentem a ranglétra minden fokán, lépcsőfokán. Az ének-zene műveltség területtel pedig felső tagozatban is tanítok, illetve alsó tagozatban is. Egy következetes, határozott pedagógusnak tartom magam. Ugyanakkor a gyerekek tudják, hogy számíthatnak arra, hogy Adri néni, ha kell, a fején pörög, ha kell, viccelődik, ha kell, mindenféle buliban benne van, azért, hogy a siker teljesen megvalósuljon az óráinkon. Az informatikai, digitális eszközöket rendszeresen használja a gyerekek fejlesztésében és a tanulásban is. Az IKT eszközöket rendszeresen használom, hál' Istennek a lehetőség adott, és ezeket a gyerekek szeretik, használjuk is a mindennapokban, és fejlesztjük a tehetségünket, nem csak a sajátomat, hanem a gyerekekét is, hiszen nagyon sok új dologgal, új játékokkal tudunk megismerkedni az óráink során. Ezeket az digitális eszközöket már az előkészítő folyamán is szoktuk használni, elvarázsoljuk a gyerekeket, hiszen az iskolás gyerekeknek, akik ugye belépnek az iskolába óvodából átjöve, megtörténik a varázslat, elvarázsoljuk őket, kinyílik utána számukra a világ, és ezt mind-mind igyekszünk játékosan megvalósítani. Játékosan tanulunk írni, olvasni, számolni, és észre sem veszik, hogy a sok-sok játékidőt felváltja a tanulás, és millió tudással térnek el majd, vagy térnek majd ki az iskolából első év után. Ahhoz, hogy minden siker megvalósuljon, és ez az átmenet zökkenőmentesen sikerüljön, hál' Istennek az iskola évek óta előkészítő foglalkozásokat tud tartani. Ezeket ugye természetesen, ahogy elmondtam, már játékos formában szoktuk megvalósítani, és amikor szeptember 1-én belépnek a gyermekek az iskola kapuin, akkor már úgy érkeznek, hogy ismerik egymást, ismernek minket, és sokkal bátrabban, magabiztosabban ülnek be az iskola padjába. Óráin játékosan tanulnak írni, olvasni, számolni az elsősök, és millió tudással érnek az első év végére. Gyermekével otthon anyaként foglalkozik, de ha a helyzet kívánja, szigorú vele is. Nyilván otthon is vannak szabályok, de azért anya otthon egy kicsit lazább. Viszont ugyanakkor, amikor a helyzet kívánja, akkor pedig szigorú. Szeretnék vele többet foglalkozni, de hát ki mire vevő, lasszóval sem tudom lekergetni oda, vagy kergetni az asztalhoz. Igyekeznék vele határozottan tanulni, de nem hozza így a lépés. Ezáltal hát úgy, ahogy a helyzet diktálja, úgy alakulnak a dolgaink a mindennapokban. A kikapcsolódást a családi kirándulás, túrázás, fürdőlátogatás, mozizás jelenti. Ez most nincs, így otthon töltik el a szabad idejüket. Szeretünk kirándulni, a családdal elmenni a természetbe. Igazából fürdőt, a fürdőket szeretjük járni, de most a jelenügyi, vagy a járványügyi helyzetben ez ugye nem lehetséges. Amennyi időt tudunk, együtt vagyunk otthon. Más lehetőségeink most jelen pillanatban nincsenek. De szeretünk elmenni a hegyekbe, elmenni wellnesselni, hogyha esetleg kihozza a lépés, vagy esetleg egy kikapcsolódás moziként is nagyon jót szokott a családnak tenni. Az ének-zenei irányvonal a leendő elsősöknél is meglesz. A tanítónő arra törekszik,
hogy egy kis zene mindig legyen az óráin. Legyen az matematika, olvasás, környezetóra, ha a tananyag úgy kívánja, keres valamilyen gyerekdalt, zenét, hogy minden nap elvarázsolja tanítványait. Mindig törekszem arra, hogy az óráimban, minden órába belecsempésztem az énekzenét, matematika, olvasás, környezetórára is, hogyha a tananyag éppen úgy kívánja, akkor mindig keresek hozzá valamilyen gyerekdalt, vagy valamilyen zenét hallgatunk, tehát mindenféleképpen minden nap szoktam a zenét elővarázsolni, hiszen a szívem csücske gyerekkorom óta. Izgalmas időszak kezdődik ismét, indulnak a középiskolai felvételi szóbeli vizsgák. A karcagi középiskolákban nem volt se írásbeli és nem lesz szóbeli felvételi vizsga, viszont ebben a karcagiak körében is népszerű két tannyelvű gimnáziumban igen. Tervezünk szóbelit is, a magyar-angol két tanítási nyelvű programra, ugyanis annak része az angol szóbeli vizsga is. Terveink szerint márciusban lesz, ami hogy megjelent a felvételi tájékoztatóba is. Az időpontról előzetesen értesítjük a diákokat. Természetesen a járványügyi szabályok szigorú betartásával tervezzük ezt. És hát a felvételi tájékoztatóban, ami a honlapunkon is megtalálható, részletesen le van írva, hogy hogyan zajlik ez a szóbeli vizsga. Van, ahol rendhagyó módon a Zoom-on tartják a szóbeli felvételit, míg más gimnáziumok úgy döntöttek, a járványhelyzet miatt idén egyáltalán nem szerveznek elbeszélgetést, helyette portfóliót kérnek a jelentkezőktől. Három fő vizsgáztat. Először van egy ilyen kis szövegértelmezési feladat. A megadott kérdésekre kell a diáknak válaszolni. Utána a vizsgabizottság tagjaival van egy ilyen kis rövid beszélgetés, és végül pedig a megadott illusztráció képek alapján kell egy ilyen kis rövid ismertetést összeállítani a diáknak. Így ennek megfelelően a vizsgaidő tartalma körülbelül 15 perc. Vannak diákok, akik ezt könnyen viselik, tehát jól használják az online oktatás kapott anyagot, tananyagot. A tanárok többsége szintén kiválóan alkalmazkodott, tehát megfelelő PPT-kkel, tananyaggal tud az órákhoz készülni, de véleményem szerint azért van néhány diák, akinek ez egy kicsit nehezebben megy, de hát ez érthető, tehát ez igazából egy tanítási órán is, tehát nem egyformaképpen zajlik, és ugyanez nyilván az online oktatásnál is előfordul, hogy van diák, aki sokkal jobban halad, és könnyen viseli ezt az online oktatással kapcsolatos megpróbáltatást, és van, aki egy picit nehezebben. Hát ez olyan időszak, hogy ezt túl kell vészelni, és idővel majd rendeződik minden, gondolom. A középiskoláknak most először kell COVID-biztos megoldásokat találniuk a szóbeli felvételire. A tavalyi szóbelik éppen befejeződtek, amikor az országban nagyobb számban diagnosztizálták az első koronavírus fertőzött betegeket. Az utolsó meghallgatásokat március 13-án tartották az iskolák, pont aznap, amikor elrendelték a digitális oktatási rendet. A járványügyi szabályok nyilván a megfelelő készfertőtlenítés, a maszkviselés ugye a tanároknak ugye szigorúan kötelező, a versenyeken is így oldottuk meg, illetve hát az nem gond, mivel egy teremben általában egy diák tartózkodik, ugyanis egyesével jönnek be a diákok szóbelizni, és gyakorlatilag mivel felkészülési idő nincs, tehát ezért ez az nem okoz gondot, hogy a teremben több diák tartózkodik. Tehát ezekre a szabályokra mindenképpen nagy figyelmet fordítunk, esetleg amíg valami plusz intézkedés lesz, akkor azokat is megfelelően betartjuk. Az oktatási hivatal tájékoztatásából kiderül, nincs olyan szabály, amely előírne az intézményeknek, hogy betegség esetén kötelesek online formában meghallgatni a diákot. Az pedig, hogy lesz-e pótvizsgázási lehetőség, a felvételiztető középiskola szintén maga szabályozza.
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szeretné elérni, hogy azok, akik védettek a vírussal szemben, mehessenek étterembe, szállodába. Tájékoztatta televíziónkat is a Szálloda Szövetség elnöke. Nagyon pozitív lenne, ha fokozatosan elkezdhetnének megnyitni a vendéglátó helyek és a hotelek. A Karcag Televízió információja szerint a magyarok már a húsvéti, áprilisi és az azt követő időszakokra elkezdtek szállást foglalni a belföldi szállodákba. Az iparágban dolgozók örülnének, ha a kormány megvizsgálná annak lehetőségét, hogy a beoltottak és a betegségből felgyógyultak, azaz a fertőzéstől védettek, hogyan mehessenek szállodába és étterembe, mondta a Szálloda Szövetség elnöke. Kitért arra is, hogy a nyitás ideje az egyes helyeken attól is függ, hogy ki hány dolgozót tartott meg. Ha megkapják a kedvező választ a nyitásra, azt követően az elnök szerint a legtöbb helyen 2 hét alatt meg is történhetne az. A magyarországi szállodáknál azonban mindenképpen fokozatos nyitásra számíthatnak. A tavaly novemberből elhalasztott mérkőzést a szolnoki tiszaligeti műfüves pályán játszották le, a táblázat második helyén álló csapat ellen a karcagiak. Csípős hideg időben a következő játékosok vették fel a küzdelmet. Belényesi, Kovács, Lázók, Katona, Ballók, Oros, Nagy, Szentmiklósi, Domokos, Tóth és Kelemen. A cserék, kapitár, Kovács, az edző Orosz István. A mérkőzés rövid krónikája. A mérkőzés elején a Tiszaföldvári együttes több szögletrúgással is próbálkozott. A karcagiak veszélyes ellenakciókat indítottak a kapu ellen. 19. perc. Szent Miklósi kapta a labdát a 16-oson belül, lövése azonban a kapu fölé szállt. A 20. percben Kovács 22 méteres lövése elsuhant a bal alsó sarok mellett. A 25. percben Medvegy elfutott a bal oldalon, 10 méterről leadott lövése, Belényesi kezét érintve a bal alsó sarokban kötött ki. 1-0. 27. perc. Szőke az alapvonal közeléből kapura lőtt. Belényesi a bal alsó sarok előtt megfogta a labdát. A 32. percben Tóth 25 méterről küldött bombája a jobb oldali hálóban kötött ki. 36. perc. Kriska átadását Ábel a karcagi védőket megelőzve a kapu közepébe vágta, ezzel 2-0 lett az eredmény. A 61. percben egy jobb oldali beívelést a védők elvétettek, és Balla közelről a kapu közelébe lőtt, így 3-0 lett a mérkőzés eredménye. A 65. percben Ábel ívelése a felső kapufán csattant. A 70. percben Kovács gyors karcagi támadást vezetett, majd a jobb oldalon felfutó kapitárt indította, aki a jobb sarokba talált. 3-1-re szépítve az eredményt. A 72. percben újabb veszélyes karcagi akció során a kapu elé belőtt labdát még a gólvonal előtt sikerült szögletre rúgniuk a védőknek. A 76. percben egy veszélyes kontratámadás során kapitár a védőket megelőzve a jobb sarokba lőtt. 3-2 lett az eredmény. Orosz István a következőket mondta a mérkőzés után. Ha jól sávfárkodtunk volna a helyzetekkel, akkor győzhettünk volna, tájékoztatta televíziónkat Bosnyák Imre, sporttudósító. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra, viszontlátásra!